Üdvözlök mindenkit, Nekrogrim vagyok. Hát, srácok, gyerekek, jó régóta volt már felnyomtam a videót, ne haragudjatok, kicsit elfoglalt voltam így az ünnepek felé menet, de muszáj nekem is beszélnem a Cyberpunk 2077-ről, de egy olyan aspektusból, amiről senkit nem igazán hallottam, hogy beszéltek volna róla. Mindenki ráfókuszált arra, hogy micsoda katasztrofális állapotban jelent meg ez a játék. És hát ha nem élsz egy szikla alatt, akkor minden bizonyal hallottál, micsoda a Buckholm az volt, um, mennyi probléma volt a játékülő. Sőt, addig eljutottak már, hogy a befektetők azon gondolkodnak, hogy beperelik a CD Projektor red redet, hogy um, nem tudták teljesíteni az ígérteket. Ez majd még elválik. Az igazság az, hogy uh, a sok rossz szakarója ennek a játéknak fel is hypolta uh, ezt az egészet. Um, és itt meg is kérdezném a véleményeteket, mielőtt rátérnék a fő koncepcióra, uh, a, hogy is mondjam, talán a véleményemre a játékkal kapcsolatban. Meg is kérdeznélek előttetek, hogy ti most csalódtatok a CD Projekt Redben mm. um, kevesebbnek látjátok a céget? Úgy gondoljátok, hogy egy kicsit nagy fába vágták a fejszűket? Hiszen ugye állítólag még a dolgozók is palaszkodtak, hogy mennyit fektettek ők ebbe a játékba, és a crunch időszakba, és a többi. És egy ilyen probléma kezdett el kialakulni a játék körül, és kíváncsi a véleményetekre, ti hogyan ítélitek meg most a CD Projekt Redet, a Cyberpunk 2077 szempontjából? Én úgy gondolom, hogyha megengeditek, hogy elmondjam. Várjál, úgyis el fogom mondani. <laughs> szóval úgy gondolom, hogy a CD Project Red uh, attól szenved, mint a legtöbb mai stúdió, és a legtöbb mai generáció programozója. Tehát belekezdenek valamibe, és se jutnak odáig, hogy uh, befejezzék, vagy valami minőségi uh, munkát alkossanak. Uh, illetve attól Attól is, hogy a nyomás, ugye bár a kiadó részről, hogy legyen kész a játék, és arra az időre ki legyen adva. Már 12-13 éve fejlesztik ezt a játékot, ennyi idő alatt nem sikerült egy jó munkát csinálni. Természetesen a komplexitás egy ilyen játéknak hatalmas, és várható volt, hogy lesznek bagok, de ilyen mértékben, ilyen hosszú fejlesztési idő után nem kellett volna, hogy ennyire brutális legyen. Az egész vannak, kint oda, vannak odakint játékok, amik hasonló komplexitással bírnak, és mégis kevesebb probléma van körülöttük. Ennyit erről. Ezzel kapcsolatban a ti véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy hogyan ítélitek meg ezen túl a CD Projekt Tehát mindenki piacestáron hordozta ezt a céget, és részemről még mindig ott van azon top cégek között, akik a leg öm, emberségesebben bánnak a gamerekkel, és semmi nagyon extrát nem várnak el öm, tőlünk, hogy még többet és még többet kifizessünk egy adott játékhez. Ez mindenképp értékelendő, függetlenül attól, hogy a, a Cyberpunk uh, milyen állapotban jött ki, az már egy másik kérdés. De nem erről szeretnék beszélni, arra szeretnék beszélni, hogy a média meg miközben ráfókuszált arra, hogy uh, milyen szar állapotban jött ki ez a játék, a közben mindenki, mindenki elment egy nagyon fontos tényező mellett, és senki nem beszél erről, hogy miről szól a Cyberpunk 2077, és hogy érdekes-e egyáltalán ez a játék. Hiszen azt láttam a reklám... Igen, na. Ezt jól le, ezt, el kell kezdeni az elejéről. Tehát a játéknak a reklámja, amikor már elindult, arról szólt az egész, hogy, hogy egy akciódús, pörgős, looter-shooter című történet, és azt csinálhatsz a, a világban, amit akarsz, és olyan szabad vagy ebben a világban, amit akarsz, és úgy gondolom, hogy ez a marketing teljes mértékben félre vezető ezzel a játékkal kapcsolatban, és nem így kellett volna bemutatni ezt a játékot. Nem így kellett volna nagy közönség elé tárni ezt a játékot. Emlékezzetek vissza, amikor először megjelent egy demó, az Unreal Engine 4-ről volt talán ez a demo, ahol ugye a Csajszé uh, térdelve volt, és ugye a karjából ki voltak a pengék, és egy rendőr volt a fejénél, és uh, egy pisztoly tartott a fejéhez, hogy készül lelőni. És az egész uh, jelenetnek, mert ugye ebből táplálkozott később a Cyberpunk 2077, az egész jelenetnek lett egy, uh, egy hangulata, hogy hogy milyen világ. Ez a cyberpunk, hogy milyen világ ez a Night nice City, um, hogy, hogy érezhető, hogy elnyomás van. A városba. És egy ilyen hangulatot keltett nekem, amikor először, tíz év, több mint tíz évvel ezelőtt a CD project Red bejelente, hogy ők készítik ezt a játékot. Aztán megjelentek az első uh, trailerek konkrétan ugye a játékról, és éreztem, hogy valahol valami elcsúszott számomra, és nagyon szubjektív ez a vélemény, úgyhogy valószínűleg megesett nagyon nem fogsz velem egyet érteni, de valahol úgy éreztem, hogy a Trailer, eh, ahhoz képest, ami volt abban a demóban, eh, nagyon elcsúszott valahol ez a játék. következő mondatokban még eh, jobban rátérek a szubjektivitásba, hogy mi nem fogott meg engem abban, hogy a CD Projekt Red ábrázolta eh, ezt a világot. És azt tudnátok el, hogy a Cyberpunk egy, hát egy könyvsorozat tulajdonképpen, eh, és az és azt hiszem ezzel talán semmi spoilert nem lövök el, de hogyha uh, netán játszani szeretnél a játékkal a jövőben, akkor spoiler alert most következik. Némi info arról, hogy a Cyberpunknak az alapkoncepciója mi lenne. Uh, ugye arról szól, hogy volt egy gazdasági váltás, valamikor a gazdasági bukás valamikor a 2000, vagy bocsánat, a 21. században, és az amerikai állam, mint olyan, már nem nagyon tudta fenntartani önmagát, ezért a hatalmas cégek gyakorlatilag tartják fent a, a gazdaságot, és emiatt törvényen kívül is nyugodtan tevékenykednek, tevékenykedhetnek, tulajdonképpen azt csinálnak, amit akarnak, és nem igazán vonatkoznak rájuk Történ törvények. Ugye, és a koncepció a Night City körül játszódik ugye a játéknak, és alapvetően semmi másról nem szól a játék, buktasd meg a rendszert, égest fel a város, mint ahogy Johnny Silverhand is mondja a játékban, és ennyi. És ugye, hogy indul a játék? Megismerhetjük a fő karakter v -t. Szinte, már, szinte már, már mindegy, hogy melyik múltan rendelkező karaktert választott ki magadnak, hogy, hogy, hogy ki legyél, mert annyira jelentéktelen, hogy meg tudnám számolni a két kezemen, hogy tízből hányan olvasták el a karaktereknek az előtörténetét, és hányan találták azt igazán meghatónak, vonzónak, vagy bármiféle érzelmi motivációt váltott volna ki belőlük. Belőlem semmi, pár sort elolvastam és skip, mert nem volt érdekes. És utána jött egy intro a, játéknál, egy kisebb küldetés, amíg megismerhettük ugye a nagy havert, és utána jött egy ilyen montázs, ami egész ötletes volt, hogy őszinte legyek arról, hogy milyen jó haverok lesznek, és elkezdenek együtt dolgozni, mert ők ugye a féle felbérelhető Probléma megoldók, hogy így nevezzem, és elkezdenek együtt dolgozni, és jó haverok lesznek, és a többi. És ez nem tudom, mit kellett volna kiváltson belőlünk, egy érzelmi kötődést megismertetni velünk, hogy milyen jó barátok lettek, és mennyire elválaszthatatlanak. Semmi nem jött át. Ebből a szempontból a Cyberpunkban. Semmi nem jött át. És ugye spoiler alert megint csak. Van ez a jelenet rögtön az elején, ahol ugye el kell lopni a chipet, amivel Johnny Silverhand is bele van zárva. El kell lopni azt a chipet és végül ott ugye spoiler alert. Végül a Jackie ugye meghal. A haver. És akkor én így így. Uh, Oké, okay? ennyi volt. Tehát mennyit? Az, aki nagyon siet a játékkal, az egy 20 perc alatt eljutott ehhez a részhez, vagy még kevesebb talán. És így ültél, és ez kellett volna, ez kellett volna belőlem kiváltson valamit. Um, hát nem, hát nem tette. És nem feltétlenül a játék történetével van itt a baj. Igen, úgy gondolom, hogy nagyon hiányzik a karakterfelépítés, egy ilyen volumenű játékból, egy ilyen volumenű. A történetről, ami, ami a, amit a könyvek is felö, felölelnek, egy ilyen volumenű valamiről igen hiányzik a karakterfelépítés. Ki a pöcsöm az a Johnny Silverhand? Hogyha nem olvasod el a könyveket, fingat sincs. És, és, mit akar, miért csinálja, hogy csinálja, igen, úton, útfélen derülnek ki dolgok, de annyira elvesznek a játék világában ezek az információk, hogy szörnyű. Tehát, ha belefogsz, és elhagyod a fő sztorit azért, hogy mellék sztorikat, mellék küldiket mert te most agyon lútolod magad, amire visszakerülsz a fő küldetésre, és ahogy a játék nyomja, nyomja rád ezeket a mellék küldetéseket, ahogy visszakerülsz a fő küldetésre, elveszítetted a szállat, hogy miért is kezdtél el játszani ezzel a játékkal. Adott egy ilyen világ, mint a Cyberpunknak, amiben van érdekes történet. Vannak érdekes történetek. És inkább a könyvekre gondolok ezen a téren. És itt van a játék, ami elcsúszik e fölött. Valahogy nem érzem, hogy átadná a történetet e fölött. Nincs kötődésem a főszereplőhöz, nincs motivációm, hogy jobb legyek ebbe a játékban, mert a történet nem hozza az elvárt szintet. Önmagába Keanu Reeves nem fogja megmenteni ezt a játékot. És ahogyan a játék van ábrázolva, az valahogy nem, állt hely, nem áll helyt annak, hogy milyen szinten élnek elnyomásban az emberek a nagy cégek által. Nincsen rávilágításunk arra, hogy a nagy cégek milyen szinten manipulálnak. Igen, igen, a játék későbbi részében megint csak mondom, fognak ki derülni információk, de hogyha nem vagy száz nem százalékban figyelmes arra a fő történetre, fő, fő történetre, lemaradsz arról, hogy milyen gazdasági struktúra és rendszer van a játék történetében, mi az, amivel a, ezek a cégek hatalmas nyomást helyezhetnének a lakosságra. Szóval nincs meg az a körítés. És ez érződik a Night City-n is, ahogy, ahogy V megéli, tehát te, mint főszereplő, a főszereplő ahogyan megéli az eseményeket ebben a városban. Ott van, ott van elrejtve a lór, és nincs felszínre hozva, amennyire kellene a cyberpunk -ban. És ezért nem az írókat hibáztatom, ezért programozókat hibáztatom, hogy nem, nem tudták átadni ezt az élményt um, a könyvekből. Úgy gondolom, hogyha 10%-kal lenne kevesebb RPG ez a játék, és 10%-kal lenne több történet ez a játék, akkor sokkal jobb lenne, mint ami most látszik, akkor arról szólálnak a hírek, hogy igen. A Cyberpunk észrejtősen bagos, de viszont kurva jó története van. De ehelyett arról szól a játék, hogy mert megint egy bág, egy ilyen bug, egy olyan bug, amúgy egy bug. És a CD Projekt Red ebből a szempontból nagyon korrektül és lovagiasan viselkedett. Ebből a szempontból igen, elismerték, hogy ez így gáz. Elismerték, hogy ki szerették volna adni a játékot már végre, de nem ilyen állapotban kellett volna. Oda fogják adni a dolgozóiknak a járó juttatásokat és jutalmakat annak ellenére, hogy hogy teljesít a játék. Igen, a, PS, a Sony az visszavonta a PS store a játékot, mert ps 4 úgy fut, mint a Sehogy se fut című történt a játékról, de mit vártunk az Isten szerelmére, mit vártunk, hogy hogy fog futni a ps 4 ez a játék, még jó, hogy sehogy, nem arra készült. Um, de ezt viszont a CD Projektnek azt hiszem le kellett volna tisztáznia. Csak hát a pénz az pénz. Sokat fektettek ebbe a játékba, és vissza kellene jönnie. És biztos vagyok benne, hogy édes tova fél évre rá ez a játék tökéletesen fog futni. Már most sokkal jobban fut, mint ahogy futott, mint amikor elindult, már és most nagyon sok javítást nyomtak rá, és most van az az időszak, hogyha meg akarod venni a játékot, már elkezdheted megvenni a játékot. Viszont óva intelek ettől, ne vedd meg a játékot, meg kell várni, hogy le legyen olcsózva. Hogyha egy jó történetet akarsz. Ha egy jó RPG-t akarsz, akkor vedd meg most, mivel hogy van benne sok humbuk, lövölde, meg legendary cuccok, amiket lehet összegyűjtögetni, meg nézni a nagy számokat, ahogy lősz, de, de úgy gondolom, ennek a játéknak nem erről szabadott volna, szólnia, hanem egy jó történetnek kellett uh, volna uh, lennie. Jól felépített karaktertörténettel, jól felépített um, szereplőkkel, mellékszereplőkkel, akihez tudunk érzelmileg kötődni, és egy kiválóan felépített um, lore történettel, uh, ami, ami hozzásegít, hogy átéljük a hangulatát a Night City-nek. Tele van a Night City kiválóan néz ki, tele van emberekkel és élettel, de ürességet érzek ebben az életben, mert, mert nem jön át a, a, világnak a kontextusa valamiért. Számomra. Nem tudom, mondjátok meg ti, hogyan élitek meg ezt a világot. Ha olvastad a könyvet, írd le, hogy hogyan élted meg ezt a világot. Amit, ami a Cyberpunk világában van. Írd le, hogy hogyan éltétek meg, hogyha netán olvastátok a könyvet. Írjátok le, hogy hogyan éltétek meg a játékban a világot, a történetet. Mit láttok inkább a játékban? Az RPG-t, az, hogy menni kell gyűjtögetni, lövöldözni, jobb cuccok és a többi, vagy a történetért játszatok, mert úgy gondoljátok, hogy lebilincselő. Ez a történet. Kinek mi, ez volt az én nagyon szubjektív véleményem, úgyhogy itt ezen a ponton arra kérlek, hogy ne ez alapján ítéljétek meg, hogy nektek tetszik, ez a játék. Ez nem egy játék, bemutató vagy kritika volt, ez egy szubjektív vélemény, amit úgy éreztem, hogy ki kell mondjak magamból, mert ezt találtam a legnagyobb problémának a játékban. Hogyha objektívan akarok megmaradni a játékban, akkor azt mondom, hogy ez egy korrekt történet, nem nyújt extrát, de korrekt. Minden olyan elem megvan ebben a játékban, amit egy RPG-re rá lehet húzni. Semmiben és semmiben az égvilágon nem újít. A kötelező formulát hozza, amit megspékel egy jó történettel, ami amúgy is ritkán található meg az ilyen stílusú játékokban. Úgyhogy gyerekek, um, eldöntitek ti, de ez mondom egy egy személyes vélemény volt, amit úgy ki akartam már mondani. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, csengőjelöcske. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!